7 évvel ezelőtt az 5. negyed Fertei mesterei határozták el, hogy a Nej Ferenc óvoda farkasvölgyi tagóvodája előtti teret felújítják. A parkrendezést meg is kezdték az önkormányzat támogatásával. Ezt követően pedig 4 éve Vas Albert szobrát avatták fel a téren, ami az éveleje óta viseli az író nevét. Volt itt egy míves koszorútartó, de már csak volt. Ezt kiszakították, kitépték, összerokkantották. Mindig eredtük. Olyan öble volt, hogy ez szépen megfogta. 2 hete azonban a koszorúkat, majd 1 héttel ezelőtt már a szobrot is megrongálták. Maga a szobornak a megrongálására is sort kerítettek, olyannyira, hogy a lejátszó berendezést egy centiméter vastagságú plexi, törhetetlen plexi üveg, tehát véte, és ezt is sikerült összetörniük, oly mértékében, hogy a mögötte lévő ipari elektronika megsérült, sőt, mondhatom, hogy tönkrement. A 60-i hústja Fertei mesterei meg is tették a feljelentést. Itt lakó körülötte idős emberek, akik látták, hogy itt mozgás volt, és ez már egy kiinduló pontot jelent a számunkra, és ők is elmondták a véleményüket, mi is meg jegyzőkönyvbe vettük az egészet, és akkor a büntető eljárás majd ezután folytatódni fog. Ez a rongálás közel 300.000 forintos kárt jelent. A tervek szerint az 5. negyed Fertei mesterei megelőlegezik a javítási költségeket.